pedig megérkezett Mesterházi Attila, a Szocialisták és Demokraták alapító elnöke. Jó estét kívánok! Jó Kievben járt néhány nappal ezelőtt, tárgyat politikusokkal, kikkel tárgyat elnök úr? Igazából próbáltuk a teljes ukrajnai politikai spektrumot úgymond végigjárni, tehát kormánypárti, ellenzéki pártok képviselőivel, és az egyik ellenzéki formációval egyébként egy együttműködési megállapodást is kötöttünk. Ez az Okos Politika elnevezésű ukrán parlamenti képviselőcsoport, és annak vezetője Dimitri Razumkovnak hívják a vezetőt. Ő volt egyébként korábban az ukrán parlament elnöke, és egyébként Zelenszki pártjának közelje, volt az elnöke, közelje, így van, egy közeli szövetségese volt, aztán nézeteltéréseik voltak a, gondolom, az ország stratégiai jövőjével kapcsolatban, és akkor ő kivált ebből a népszolgája pártból. Én azt gondolom, hogy ő egy európai léptékkel mérhető politikus, aki, akinek komoly jövője lesz a reményeink szerint, és azt gondoljuk, hogyha egy ilyen együttműködési megállapodás van, ez nyithat egy kis ajtót talán a határon túli kisebbségek Igen. szempontjából is, de akár a magyar vállalkozások és gazdasági szereplők szempontjából is. Mondja meg azt, hogy önök ellenzékével, egy korábbi néppártjános politikussal tárgyaltak, ez azt jelenti, hogy nem látnak esélyt arra, hogy az Elenszkij pártjával olyan értelemben lehessen beszélni, hogy az közelebb hozza a két országot egymáshoz? Szerintem lehet, velük is most is találkoztunk, tartottuk velük is a kapcsolatot. Én azt látom, hogy teljesen más helyzetbe csöppentünk. Mi tavaly májusban is jártunk kint, tehát a szocialisták és demokraták első külföldi útja az Kiev volt, egy kicsit szimbolikusan és most teljesen más volt a belpolitikai helyzet Kijevben. Tehát korábban rendkívül komoly egységet látott az ember a politikusok között, mindegy volt, hogy most ellenzék vagy kormányzó párt. Most egy ilyen belpolitikai vita és harcnak a középpontjába keveredtünk. Volt vita a sorozási törvényről, mert ah, ott igen. változtatni akarnak a sorozáson, lejjebb akarják vinni a, a, a 27 évről ez 25 évre. Ez több millió ember. Ez kb. 6 millió embert érint Ukrajnába, tehát ez nem csoda, hogy megosztja a politikát is, meg a társadalmat is mert a katonák persze ugye azt szeretnék, hogy valaki megváltsa le őket, hiszen valaki már 22 hónapja szolgál a fronton nagyjából. Önként nem szívesen megy senki. Látni és a hát azért az most már mindenki azért. látja a borzalmakat. Ugye korábban azért sorbáltak az ukrán fiatalok megvédeni a hazát, most már azért mindenkinek több tapasztalata van erről a szörnyű háborúról. És azért gondoltuk, hogy ez egy unikális dolog, mert magyar pártnak még sosem volt ukrán párttal ilyen típusú együttműködése és látszik, hogy azért komoly a feszültség a két ország között, látszik, hogy nagyon sok mindenben másképpen gondolkodnak a két ország vezetői. Nagy a várakozás is ilyen szempontból, hogy -e, várhatóan lesz egy Orbán-Zelenszki találkozónak, most lesz 29-én az előkészítése Ungváron a külügyminiszter Szijjártok, megy oda. A külügyminiszter. Így van, a miniszter megy oda. Meglátjuk, hogy mire jutnak. Mi azt gondoltuk, hogy mi saját eszközeinkkel is kell valahogy egy picit enyhíteni, vagy próbálni enyhíteni ezt a rendkívül rossz kapcsolatot. A véleményére lennék kíváncsi. Orbán Viktor azt mondta, hogy akkor érdemes Zelenszkijel találkozni, hogy annak van értelme. Hát általában akkor érdemes, igen. De ön lát, lát olyan lehetőséget, hogy valóban konstruktív, értelmes dolgokról, a döntéseket lehessen ott hozni, mondjuk a magyar kisebbségeket érintő szabályokat. decemberben változtattak ezen a törvényen. Igen, lát -e elmozdulást? Én azt gondolom, hogy ez egy jelentős elmozdulás, még akkor is, hogyha majd meglátjuk, hogy a gyakorlatban hogyan kerül átültetésre. És akkor még ez nem látszik. Egyre. Tehát szerintem még nincsenek az út végén, ha szabad így fogalmazni. Tehát ebből kifőleg szerintem van olyan lépés, van olyan témakör, amiben lehetne eredményt elérni. Az is kérdés persze, hogy most az ukrán fél mivel érkezik, milyen ajánlattal. Annyi pozitívum van, hogy nem csak a külügyminiszterrel fog tárgyalni a magyar külügyminiszter, hanem Jermák úrral is, aki ott az elnöki hivatalt vezetés talán az egyik legnehéz politikus a Zelenszkij mögött. Tehát látszik, hogy az ukránok is komolyan veszik ezt a találkozót, és talán nem csak egy pusztán egy PR szempontjából készítik elő ezt a találkozót. Mi azt gondoljuk, hogy az, hogyha nekünk baráti kapcsolataink vannak, a párbeszédet folytatunk, a dialógus folytatunk velük, akkor talán ez, egy teljesen más, nem, talán ez egy teljesen más út, mint amit a magyar kormány választott, és talán ezzel is lehet támogatást szerezni a határon túli kisebbségeknek is, és gondoljanak bele, nem sokára itt a háború, ha véget ér valamikor, akkor egy óriási újjáépítési feladata lesz Ukrajnának, és ezért a magyar vállalkozók még olyan távolságra vannak ezektől a céloktól, ami, ami bejárható. Tehát magyarul magyar cégek számára is hozhatna ezt lehetőséget, de hogyha megmarad ez a nagyon erős feszültség és utálkozás, a szabad ilyet mondani a politikában, akkor bizony a magyar vállalkozók kiszorulnak ebből, és ami még nagyobb probléma, a határon túli magyaroknak sem segít egészen biztosan. Tehát ezért gondoltuk azt, hogy, hogy nyissunk egy kis kaput, tudjuk, hogy, hogy milyen eszközeink vannak, de hogyha van egy baráti kapcsolat, van egy párbeszéd, egy együttműködés, akkor a problémákat is esetleg könnyebben lehet megbeszélni. Jön a NATO diplomáciában is dolgozott. Lát arra esélyt, hogy Kiev NATO tag legyen a közeli jövőben? Hát a közeljövőben semmiféleképpen nem. Tehát én azt gondolom, hogy először ugye a háborúnak véget kell vetni, vagy véget kell érjen, utána a fix határainak kell legyen a Ukrajnának most abban az értelemben, hogy a terület integritásának helyre kell állnia, és utána kell még Ukrajnának teljesíteni a NATO csatlakozáshoz szükséges feltételeket. De én mindig azt szoktam mondani, hogy a magyar kormány sokat beszél ugye a szuverenitás fontosságáról. Én azt gondolom, hogy ugyanezt a lehetőséget meg kell adni más kormányoknak is. Tehát, hogyha az ukrán kormány, az ukrán nép úgy dönt, hogy neki ez az euróatlanti integrációs út az útja, akkor bizony ezt tiszteletben kell tartani, el kell fogadni ezt a döntést. Én azt gondolom, hogy például mi szeretnénk segíteni az ukrán együttműködő partnereinknek is abban, hogy hogyan lehet, hogyan kell felkészülni erre a csatlakozásra. Tudj, ez kockázatot is jelenthet a már mostani NATO országok számára? Mostani nem, mert én azt gondolom, hogy amíg háborúban van egy ország, ami konfliktusa van, addig ki van zárva, hogy az Európai Uniónak is, vagy a nato is bármilyen formában tagja lehessen. Tehát én ilyen kockázatot nem látok, ezt ezerszer elmondta minden nato vezető és... NATO tagállam is, az Egyesült Államok is. Tehát ebben nem látok kockázatot. Hosszú az út, tehát én a partnereinknek is elmondtam kint, hogy még Magyarországnak is 15 évig tartott majdnem a, a, csatlakozási folyamat. Még akkor is, hogy a speciális politikai helyzetben van Ukrajna, akkor is azt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú út lesz, amíg ez az integráció be tud teljesedni. Hát meg ahhoz azért kommunikálni is kell például az oroszokkal is, tehát talán az oroszok a pont kevésbé, hiszen nincs beleszólásuk Oroszországban hát annak, mondjuk hogy ki a béke lesz terve, a mert tehát, hogy olyan békekonferenciákat tartani, ahova az oroszokat nem hívják meg, tehát annak minimum nem sok haszna. Ugye ezeknek a békekonferenciáknak az a célja, hogy az Oroszországon kívüli országokat, akik egyelőre még adott esetben nem olyan mértékben támogatják Ukrajnát, őket meggyőzzék, tehát én azt gondolom, hogy van ennek értelme, de valóban a legfontosabb az az lenne, hogy Ukrajna visszakapja a területeit, az oroszokat onnét az orosz csapatokat, onnét vonják vissza, és akkor utána Ukrajna tud egy olyan építkezést folytatni, ami szerintem Magyarországnak egyébként alapvető érdeke, hiszen a szomszédos országról van szó, jelentős határon túli magyar kisebbséggel. Elnök úr, köszönöm, hogy itt Én van. köszönöm.